20 éve mutatták be a magyar filmtörténet egyik legsikeresebb filmjét, a miniszter félrelépett. A mozi 663 ezer fős nézőszámát azóta egy magyar filmnek sem sikerült meghaladnia. Most nézzünk meg egy jelentet a filmben, utána pedig Ken Andrással és Koltai Roberttel, a film főszereplő és egyben rendező párosával nosztalgiázunk. Na végre, itt vannak. Na, aztán már csak néhány próba hiányzik, és fölléphetünk a párt ünnepi kabaréján. Üdvözlőjük a stúdióban Ken András és Koltai Robert színművészeket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy indult ez az egész sztori? Mert volt egy színdarab, ugye? Egy nagyon sikeres színdarab, és akkor abból lett a film. De hogyan? Kinek az ötlete volt? Hogy kezdődött ez az egész sztori? Úgyhogy volt egy magyar, külföldi magyarok filmesek ünnepsége az Iparművészeti Múzeumban, valami fogadás, és én ismertem a Andy Vajnát Los Angelesből egy előző magyar filmnapokról, és akkor láttam, hogy olyan elveszetten áldogálott, úgy nem volt semmi dolga. Kérdeztem, hogy te szeretsz színházba járni? Azt mondta, igen. Mondom, és este van dolgod? Azt mondta, nincs. Hát mondom, gyere el a József Attila Színházba. Játszunk egy Miniszter félrelép című színdarabot, az nagyon szórakoztató. Akkor eljött, megnézte, kijöttünk, és azt mondta, csináljunk ebből egy filmet. Így kezdődött. Így kezdődött a sztori tulajdonképpen. És az hogy lett, hogy önök így ketten lettek a főszereplői és a rendezői? Mert azért ez így duplázni nem nagyon szokás magyar filmben sem, meg külföldiben sem. Ez hogy alakult így? Hát, hogy még az este, az előadás után azt mondta Vajna, hogy ezt mi ketten fogjuk rendezni is, nem csak játszani. Mert látta a Stracciatella című filmjét az Andrisnak, meg megnézte a Sose alunk meget tőlem, és bízott benne, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Jó, de onnan van egy felajánlás egy résztől, hogy akkor ezt így ketten. De és akkor az önök részéről az egyértelmű volt, hogy jó, legyen. Vagy, tehát hogy azonnal tuti volt ez? Igen, ez annyira bennünk volt, mint színészekben. Aha. Addigra már annyira miénk volt a szerep, meg a darab, meg az egész, hogy nem okozott gond. Ha gondoltuk, hogy ez fog menni. Vagy szóval, hogy ez akkor már 40 előadás. Aha. 40 előadás már ez a kis alapja azért ennek az egésznek. Ekkor. Egyébként azt menet közben, a film készítése közben érezték, hogy ez egy őrületesen nagy siker lesz? Tehát akkora siker lesz, mint amekkora végül is lett belőle? Vagy ezt nem lehetett ott még érezni? Azt soha nem lehet előre tudni, mert akkor minden film 5 millió nézővel bírna. Viszont érdekes módon ez a jelenet, ami bejátszásra került, ez volt az első pillanat a forgatáson, hiszen ott nem nevethet, de nem lehet egy csöbb zaj sem, mert akkor... Mármint bocsánat, ez volt az első jelenet, amit fölvettek a filmből? Nem, ez volt az első olyan jelenet, amin kitörő, szóval kirobbant a röhögés a stábból. Értem. Amikor a Gáspár Sanyi feje koppant. Hát az kész, igen. Akkor már két hete forgatunk ilyen néma halotti csendben. Csak a Andris poénjai röhögtünk a szünetekbe, tehát amikor nem volt felvétel. De mindenki így megfulladtak állítólag a stáb egy pár helyen, de itt nem lehetett kibírni. Tehát a Kalinka végén, amikor lecsapódik a feje a Gáspárnak, akkor fölrobbant, és akkor 10 perc szünetet kaptunk, hogy... Amíg az ember kineveti magát. Hát meg a stáb. Hát a stáb, akinek ott kellett némán... Próbáltam én összeszámolni egyébként, hogy hányszor láttam, mert volt, amikor csak ilyen részleteket néztem meg belőle, mert vannak kedvenc részleteim, meg volt, amikor az egész filmet megnéztem, tehát ezt unásig lehet nézni, egy klasszikusan olyan film, amit hogyha az ember mondjuk 10-szer lát, nyilvánvaló most nem egymás után követő napokon, de mondjuk fél évente előveszi, akkor azért jót lehet rajta szórakozni. Az igaz, hogy például Dobókatát ön választotta ki, és hogy 400-an jelentkeztek, ez igaz, ez a sztori?
Mert hogy egy ilyen film körül mindig alakulnak így ezek a történetek, aztán nem tudjuk, mi hogy... Mi együtt. Együtt? Hát igen, hát persze. Hát igen? Igen? Hát volt egy... De ő miért, tehát egyértelmű volt, mert hogy... Tehát még egyszer kérdezem, akkor, hogy tényleg 400-an jelentkeztek erre a szerepre, vagy ez erről nem azt is lehet nem tudni? Tudom, hogy 400-an. De volt casting, volt szabályos casting, akkor jöttek sorba is. De az így egyértelműen meg volt azon a dobokat, ha megjelent, hogy jó, ővé a szerep, ő lesz a jó? Azt nem tudom, hogy olyan egyértelműen-e, a fene se emlékszik már, volt egy verseny ebben, nem? Azért aha, voltak többen, akik pályáztak rá, és aztán egyszer csak kiválasztottuk őt, persze. A színpadi darabhoz képest nyilván rengeteg legendát olvasunk, ahogy te is mondtad, több helyen nyilatkozták, hogy óriási stressz volt az, hogy egy siker után a filmben is vissza tudják hozni azokat a dolgokat, ami mondjuk ott működött a színpadon. Mi volt a legnagyobb nehézség? Mi okozta? Hát ez, amit a legelején mondtunk, hogy a színházban a bőrünkön érezzük estéről estére a sikert, a még nagyobb sikert, az esetleges megingást, tehát az mindig változik. Itt meg a néma csend volt. A néma csend, ami kicsit nehezebbé teszi a poénok megszületését, de azért a végén hát azért van a vágás, azért van egy nagyon jó vágó, hogy a pillanatokat élővé varázsolja azt, amit... Az nem volt a nagyon nagy baj, én szerintem, hogy csönd volt. Hát az egy filmforgatás. Hát persze, hogy csönd. Mindig csönd de van. Nézd meg. Egyébként ez egy új műfaj is megteremtődhet akár, hogy a filmforgatást a nézőket fognak ezen túl majd. Meg hogy utólag összeveszünk a filmet. Volt vita egyébként a munka közben, vagy abszolút flottul? Hát az természetes, hogy kell. Volt hát vita, kell, de volt egy alap megbeszélés, hogy az első... Ja igen, mert nekünk kellett írni is a forgatókönyvet, nem a színdarabot másolni. Hoppá. És akkor ott az beszéltük meg, hogy az első részt én írom, a másodikat az Andris, vagy fordítva. Már nem emlékszem, hogy aha, te emlékszel, hogy te melyik részt írtad? Nem. Mindegy, de hogy, és hogy amikor én vagyok kamera előtt, akkor csak én vagyok kettőn közül, akkor azokat mind ő rendezi erősebben, hát, de végig odafigyeltünk egymásra. Tehát szóval, amikor megfordítva, akkor... A film nagy része ugye az Asztóriában játszódik. Igen. A szállodában. Volt valami jó sztori egyébként? Mert ott megint csak visszautalva erre a Gáspárnak a fejkoppanására, de azért biztos volt egy pár ilyen, ami filmben, a adásban nem került, vagy filmbe, bocsánat, viszont nagyon jó sztori volt, és ott jól szórakoztak rajta. Amit most már el lehet mondani 20 év távlatából, tehát elévült, stb. Van ilyen? Biztos rengeteg van, de én nem vagyok egy nagy sztori mesélő. De az tény, hogy... Másképp ismertük meg eddig. De az tény, hogy volt egy olyan mozzanat a filmnek, ami talán a leglátványosabbak egyike, amikor kirepül a tolószék a Kossuth Lajos utca légterébe, akkor a műszakból Markos műszakiak próbálgatták a Gáspárt tolni, de mindig félúton elakadtak, és akkor a Vajna egyszer csak ledobta a zakóját, és ő tudta azt a nagyon nagy toll. Én nem akarok neki utólag, de ő repítette nagyon jó ki. Erővel tolta. Nagyon jó erővel tolta, szóval mindenkinek leesett az álla. A műszaknak nem sikerült kirepíteni, és ő meg egy pillanat alatt. Egyébként a szerepeknek a leosztása az egyértelmű volt? Oké, a két főszerep megvan, de hogy ki kicsoda, az egyértelmű volt, vagy ezen volt egy pici kis húz meg ez meg játék, hogy ki mit játszon a filmben? A színpad után természetesen. A szereposztás? A szereposztás, igen. Tehát, hogy a filmben megmarad ugyanaz, vagy esetleg lehet benne valami kis játék, esetleg csere, ki mit játszol a filmben? Ja, hogy miket? Igen, volt az alapkiindulás, hogy nekünk játszani kell a szerepünket. A többi szerepre viszont azt mondta a producer, hogy arra castingoljunk. Hát szóval, hogy egy országos válogatott legyen aha, a szereplőgárda. Jó, mondjuk azért ahhoz a sikerhez, amit végül is a film megkapott, jogosan megérdemelt, tehát azért nagyon nagy mértékben hozzájárult az, hogy ennek elég ügyes marketingje volt, amennyire jól emlékszem, azért Dobó Kata ott kitette a cickókat, hát igen, így ahogy fogta, azért ez segített egy picit szerintem, nem? Mert addig még ilyet sem láttunk filmhez hát, kapcsolódva. Hát, hogyha csak ez lett volna, ha nem imádták volna az emberek, akkor... Jó, csak ez még a film előtt, hanem persze a film vitte ezt a sztorit tovább, nyilván hát az már eladta a darabról meg annyit, hogy megjósolta az akkori legnagyobb magyar kritikus, hogy ezzel
hogy mi a 40 előadás után a legjobb commerce darabból sikert csináltunk, ezzel filmet csináltunk, ezzel megástuk a sírját a színházi előadásnak. Hát utána nem találta el, mert utána még 10 évig ment, és 400 előtt álltunk meg, de akkor is azért, mert az egyik kolléganőnk szült. És ha már jubilálásról beszélgettünk, akkor ne felejtsük el, hogy a Sose Halunk Meg című film 25 éves lesz idén. Igen, januárban. Így van. Január 13-án volt a bemutató. 2018-ban. Terveznek valamiféle találkozót ezzel kapcsolatban? Vagy valami megemlékezés? Hát csupa jubileum, nem tudom. Én találkozom a barátaimmal. Mert hogy nyilván azért ez is egy kerek évforduló, és az is egy nagyon fontos szakmai siker az ön karrierjében. Hát igen, ez volt az első filmem, és ezt követte több. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon megtisztelő volt, és köszönjük szépen azokat a vidám pillanatokat, amiket szereznek, okoznak nekünk, például a miniszter félreléppel is. Mi is, nagyon szépen részünkről köszönjük. A szerencse.